Sziasztok, itt vagyunk ismét a Notszóber következő részébe, és ez a rész már nem voiceoveres. Az előző rész volt voiceoveres. Á, Latte nap van, na hát akkor nagyon jó alkalom erre, hogy egy kicsit foglalkozzunk Jacobbal. A tínédzser Jacobbal. Nem tettem be más címet, mert elfelejtettem. De mindjárt szétnézzünk, nem is tudom, mikor kell menni iskolába neki. 2 óra múlva, akkor majd utána, addig megcsináltatom vele a házit. És akkor majd, ha visszajön, akkor majd akkor. Na, te hogy állsz? Te ne oda menjél, hanem gyere ide. Az új ágyadba aludni, gyere. És miért akartál oda menni? Jó, az a, csak, na ez az, hogy csak a kutyakakit szedjük mindig össze. Kérem. Ja igen, és akkor itt a háznál, itt engem ez itt nagyon elkezdett zavarni, úgyhogy az alját itt mindjárt megcsinálom. Na, az előző részt azt nem tudom, azt gondolom nem régen láttátok, hogy túl sokat nem kell hozzáfűzzek. Igazából annyi, hogy egy gyors szösszenetnyire, hogy ugye Árnáv meghalt. Az előző részben a Miának a logik skill sikerült megcsinálnia, és az elemeket is sikerült összegyűjtenie. Ezzel az élet célja elég rendesen, vagy nem is az élet célja, hanem a kihívásnak a célja, ez nagyon jól teljesítődik. Mikor kell mennie dolgozni? 4 óra múlva? Ú, akkor nagyon aludjál. Bár szerintem neked vannak ilyen, lehet akkor jobb, ha inkább... ezt nem merem, inkább ezt meghagyom arra, hogy amikor már nagyon... nagyon fáradt lesz. Oké, Jacob, amíg meddig tart 2 óráig? Gondolom másnap 2-ig. Ja, várjátok, hogy te van, neked van kukád, pénzkukád. Tudod, tegyük már bele. Hát, Jacob, te itt, mintha kicsit bűzölögnél. És mindjárt mehetsz, hát így nem mehetsz iskola. Jó, mindjárt mennie kell. Hát lehet, hogy ilyen büdösen fogsz elmenni. Úgy tűnik. Viszont látdé van, lehet nem kell menni iskolát, elmenni kell. Elkezdődött a szavazás. Na, lehet, hogy itt most fölköltöm egy picit miatt, mert elég érdekes dolgok szoktak lenni. Na, gyere. Gyere, szavazzunk. Majd maximum, hogy nagyon fáradt leszem, megiszod a... De egész jól kipihente magát, úgyis egy óra múlva menni kell. Nagyon jó. Kattintottam, szerintem egy újat, de most megnézzük, hogy mik vannak most. Ja, aha, vissza lehet vonni. Akkor azért, akkor jóra kattintottam. Vonjuk, melyiket? Ezt vonjuk vissza ezt. Úgy, és akkor itt látszik valami? Nem igazán. Valamiért nem. Nem aktiválódik. Mindjárt megnézem, hogy hogy állítunk. Elküldjük egyedül most jelenleg. Pont erre voltam kíváncsi. Megnézzük, hogy így hogy halad. Igaz, nem mentünk vele, de... Nézzünk, dolgozzon keményen. Ez mennyire fogja aktiválni. Ó, el akart hívni valakit randira, és nem sikerült neki Jacobnak, hát ez nem jött össze. Ja igen, és azért is mondtam az előző részben, hogy Kokot, hogy sajnálom, hogy itt maradt, mert tőle sem megy, nem pörög az idő. És tudom, hogy ez nem egy nagy kifogás, de néha most kifejezetten jól esne. Téged meg egy átlagos. Jacob, persze, te most mi ez? Mi ez? Jó, beszélgessé. Ó, elérte a kívánságát. Igen, hívját.
Fú, fogadjunk, te nagyon, nagyon büdös vagy. Vegyél egy gyors suhanyt. Itt van, eljött a csaj. Csak van a fején egy zacskó. Oké. Jaj, hogy is tudnánk? Várjál már, hogy gyorsan, hogy... Hát lehet, ez nem fog most összejönni, mert nagyon fáradt. Hogy van, rúgjál bele, persze. Ne kapsz egy poszont. Nem baj, majd akkor elhívjuk. Be el kéne hívni egyébként, úgyhogy... Jaj, mit is kéne gyorsan. Az a baj, most elhívom Randira, ugyanúgy... Ha nem alszik egy picit, akkor ugyanúgy... El fog aludni. Mikor jön, anyád, mikor jön haza? Mert lehet, hogy az övéből tudnánk adni egy kicsit, és az tök jó lenne. Ó, kiválóan teljesít, de jó. És neked hány nap van még a... Még 2 nap, jó. Jó láttam, vasárnap. És elmegy. Gondoltam, hogy el fog menni. Nem, nem ment el, még itt van. Spice Festival van, erre nem megyünk. Gyere már, mi a haza. Te is fáradt vagy, tudom. Mindenki fáradt. Te nem fogsz lábdére menni, hanem odamész. Viszont ha megjön, akkor gyors kiveszek a inventoriából egy kis slip. Neki nem is tudom, van-e még. Ó, még tud venni, oké. Ó, Light Festival van. Hát mondjuk oda elmehetnének Randira a Light Festivalra. Persze, ha nem fog elmenni a csaj, még itt van. Lehet föl is költöm Jacobot, így, gyere. Beszélgessen egy kicsit vele. És adjál neki valamit. Van valamit? Ad neki ezt a zselét. Biztos romantikus gesztus lesz. És megjött. Jaj, de jó, megjött. Akkor gyors leállítom. És kiveszek neki innen egyet. Mikor kell neked menni dolgozni? 3 nap múlva. Nagyszerű, akkor ráérünk egy kicsit Jacobbal foglalkozni. Na, hogy tetszik? Ó, tetszett neki. Nem te, hanem te, Jacob, gyere ide. Idd meg, ez mi? Köszönjön el. Ja, mert ez volt a fején. És most hazamegy. Ó. Jó, akkor nem baj, akkor akkor mi elmegyünk és elhívjuk egy randira. Idd meg, Jacob. Hallod? Hehó, így add meg fele. Jó, megitta. Csak nem érzékelte a rendszer. Jó, akkor megnézzük ezt Csajszit, akkor elmegyünk oda. Hol is volt itt, nem? Ja, igen, mert ő nem tinédzser volt, hanem... Most elmegyek a Csajhoz, és elhívom egy randira. Remélhetőleg otthon már nem mondják azt, hogy, hogy alszik. Most egyelőre más nem ismer, úgyhogy vele fog randizni, hogy jó legyen a lábdé napja. De, mint mondtam nektek, az előző részben nem biztos, hogy ő lesz a párja. Úgyhogy megkeresem, hogy hol van. Ott van. És elhívjuk egy randira a fényfesztiválra. Menjünk egy kis csókot. Most flörtölös hangulatba került. Megkérdezzük, hogy egyedülálló. Egy picit megpróbálkozunk, azért nem szeretném valami. És...
adjunk neki valami, egy rózsát, és aztán pedig a randi jön. Jaj, de cuki. Jaj, lehet két szemet. Nem hívhatja randira? Ó, ez is egész jó. Bokoink a megjelenésének. De hol van a randis rész? Itt van. Most adta ki. Kap még egy rózsát. Látod, mennyire lovagias? Két rózsát is kapsz tőlünk. Szuper. Jó fej. De amúgy nem is mutatnak rosszul. Jó, tudomásom szerint itt a parkban van a... Igen, ott szokott lenni a fényfesztivál, hogy oda megyünk. Ugye 25 tágat kellett meglátogatnunk. Na, hogy nem itt van a fényfesztivál? Szerintem itt kellene a fényfesztiválnak. Gyere enni, mert nagyon éhes vagy. Sushikat. Gyere sushi, gyere rendelj sushit. Ez micsoda itt? Ja, hogy olyan fekete. Aztán majd persze fognak egy kicsit a randin, csak egy kicsit még eszik. És hol van a csajszi? Hol van? Itt van. Gyere. Kicsit felgyorsítjuk. Vigyed neki a sushit. Annyira már nem is éhes. Na, üljetek le is oda. Üljön le vele oda. Tűzjáték beindult. Valaki megint dobálja a tűzjátékokat a tűzbe. Itt van itt egy tábortűz. Itt, és ebbe szokták bele dobálni. Csak azért vannak ezek a hangok, ezt pásztor már átvert engem. És a csaj, azt hittem, hogy nem jön. Na gyere, üljél le és beszélgessetek vele itt. Flörtölj. Próbálok ilyeneket, amiket még nem kell föl állniuk. Kicsit hadd egyen. Adjon egy falatot neki. Jaj, nem már tényleg? Ezt megnézem, ezt tabosítom. Na. Aha, ennyi. Hát nem adott neki egy falatot. Simán megette. Na jó, legyen első csók, legyen. Lehet, hogy a végén meg lesz a szerelme, és nem kell berakjak senkit. Ó, ez tök romantikus itt ebbe a kis házikóba. Cukik. Akkor neki ez így számít? Ja, majd randi vége lesz. Akkor lehet, hogy ő nem lesz a felesége, mert kell még egy randit majd. Eszközöljünk. Feltárni azt, ami nyomasztja. Aha. Micsoda Don Juan, kérem. Micsoda Don Juan. Csókolja meg a nyakát. Komolyan, miket tesztek már ebbe bele?
Hát ez tök jó. Jó, te meg mi a te... Törődjél magaddal, hé. Nagy van bajod legyen. Tényleg. És pont ez játék volt, de jó. Jó, mondjál humoros történetet. Hármat kell. Jeff and now Nulloy. Seneca Bispa És Plo még Nut. egy Sorspa vicces ajándékot is Hissing. adunk nekik utána. Barko, Dimnut Nut. Fuibak Dutsu O, Yeah. Dolbe, Ó, a Che, lábdi. De sikeres lett Luma, az. Hát igen, Jan, Miának szörnyű volt, ezt Hachu, tudjuk. Oké, Panima. értettem, de még légy, adj egy ajándékot neki. Aztán elmehet vécére. Baby Na nézzük, mit kapsz. Ops, ez vicces ajándékot. Köszi. Ez nem számít. De miért nem számított? Próbálj meg csábítani a randi. Lehet azért, mert vécére kell mennie. Na menjél gyors a fürdőszobába. Utána meg... Hát én nem értem, hogy miért mondjon más lakós viccet. Menjél már! Miért nem indul? És nézd meg, és nem megy. Lehet a rendszer, mondjuk a izé fesztivált, azt már így lemaradtunk róla, de nem baj. Amúgy jó ez a hely egyébként ettől függetlenül. És kiikszelte, nem ér, de bemegy, jó. Oké, gyere ide. Hívd el gyorsan. Oh, jó, oké, ennyi. Vége van. De legalább egy randinak számított. Viszont az jutott eszembe, hogy lehetne a barátnője akkor. Ha lehet már egyet. Aha. Most ne sakkozni mennyi. Tudom, hogy most játszani szeretnél, de majd utána még játszol egyet. Punky? Oké, számított. Oké, akkor most már jöhet játszani. Te meg mehetsz pipélni. Mennyire viszi ez föl? Logika, az kijött. Hát neked igazából kommunikációt kéne fölvinni, mert egy az, hogy rand is vagy, randi gurus, illetve ugye majd a politikai karrierthez sem ártana egy kis beszédkészség. Most már lassan minden baja lesz, úgyhogy majd lehet lassan haza is küldöm. Sőt, tudod mit, menjél haza, nézzük meg Miával is mi újság van. Nem szeretném, hogyha neki valami baja lenne. Ó, te nem tudsz akciótervbe beleavatkozni? Miket állítsuk mellé? Ezt állítsuk le. És jó lenne, hogyha beleszólnál mondjuk piszkosul, hogy mi van, mert most már nagy vagy, és nem tudunk. Akkor lehet, hogy most nem nyitott a akcióterv. Ja, hogy ezek itten, ez így belemegy. És ezért kap még valamit. Nem csak innen is bele lehet menni. Ezek ugyanazok. Aha, jó van. Oké. Vegyél egy gyors zuhanyt. És aztán kicsit játszhatsz. Lehet, hogy inkább ezen játszon. Na, ja, hogy igen. A persze Hydate azt megsiratja. Az uradat nem siratod meg a férjedet, de ezt megsiratod. 12 ötletének kell, hogy legyen. Na jó van, mi a... nézzünk szét, hogy veled mi újság van. Például úgy van a kutyának még van.
Most hadd egyem. És szerintem már nincs nagyon. Nézzük, hogy mi van. Lehet van még. Nincs. Aha, gondoltam, hogy már nincs, úgyhogy gyere főzni. Hogy legyenek kaják itt. Valami olyat kéne, ami... süssük meg a... Megsütjük a tortát, megeszik mi. Szerintem igen, sütünk egy ilyet. Vagy egy, csinálj egy ilyet, egy ilyen kaját. Jó, mert még azért van, vagy két nap? Nem, egy nap van még Jacobig. Igen, vasárnap lesz neki, úgyhogy most szombat van, úgyhogy lehet, hogy meg kéne sütni azt a tortát. Ó, 9-es szintre lépett, nagyon jó. Akkor a következő a torta lesz, hogy úgyis mondjuk enni fog még belőle. Jacob, neked amúgy hogy állsz házilag? Nincs elkezdve. Hát igen, ezt gondoltam, hogy a randi miatt nem kezdtél el. Úgyhogy lehet, hogy akkor inkább azzal foglalkozz egy kicsit. És ne figyeld, hogy csinálják neked a tortát majd. Hát persze, hogy odaül. Persze, hogy odaül. Ki fogom cserélni ezt innen, mert egy kicsit itten útba vannak. De átment végül, és elfért. Akkor tényleg most már nem kell olyan nagy hely nekik. Aztán utána ehetsz belőle. És aztán megcsináltatom tényleg vele a tortát. És mindjárt meg is nézem, hogy milyen torta legyen. Sőt, lehet, hogy először megcsináltatom, és utána eszik belőle. Utána eszik, mert nem tudom, mennyire lesz fáradt. Milyen torta? Epertorta? Hát fiúnak epertorta ne legyen. Kék konfetti torta. Na, ez lehet, nem lenne rossz. Almás, ezek ilyen almáspitek. Kár, az almáspitire nem lehet tenni. Na, csak elment enni. Először, na mindegy. Betesszük ide a hűtőbe. Szeretne átjönni. Hát most ne gyere át. Mert most tanul. És szórakozásra van szüksége. Jó, gyere, menjél. Valami sportjátékot. Be lehet, hogy tényleg sportolnattatni kellene. Ki megvárom, míg megcsinálja a tortát. Ja, mit adtam neki? Ugye, hogy ez ilyen húsos torta volt? Vagy ilyen húsos volt? Aha. Hát ez már, most már mindegy. Kibírtad? Legalább jól laktál, jól laktál. Ó, miket tud. Esik az eső? Igen, jó hallottam, hogy valami furát hallottam. Jaj, most már hívogatni fogja állandóan szegényt. Majd el kell mennünk még egy randira. Nem most, majd a következő részben szerintem. Sőt, bár lehet, hogy most kéne ide hívni és elmenni még egy randira, nem vele. És azért is szünnapi gyertyákat tegyél hozzá, jó? Ide betesszük. Még. Na jó, de szerintem azt a következő részre fogom hagyni. Úgyhogy a következő részben még elmegyünk egy randira, és akkor a születésnapját megünnepeljük Jacobnak. Köszönöm szépen, ezt a részt megnéztétek. Találkozunk a következő résznél. Sziasztok!